A program az elkövetkezendő 10 évre mutat előre, és alapvetően 4 fő pilléren nyugszik. Konkrét tervek szerepelnek benne a családvédelemre és Makó épített örökségére vonatkozóan, de fontos elem a zöld város kialakítása, valamint a turisztika fejlesztése és a gazdaság élénkítés is. Ez utóbbival kapcsolatban Farkas Éva Erzsébet polgármester hangsúlyozta. A hagymatikum igen nagy potenciált jelent ebben a szektorban, de emellett sok más attrakcióval is igyekeznek még inkább felpezsdíteni a turizmust. Egy Makovec látogató központot szeretnénk létrehozni az elkövetkezendő 10 évben, nem 21., hanem ha lehet mondani, 22. századi virtuális vidám és élményparkkal, a Makovec épületek makettjeinek bemutatásával, nyilván elsősorban a Makovec épített örökségünkre vonatkozóan, de fölmerült annak lehetősége is, hogy a testvértelepüléseinken lévő Makovec épületek bemutatásával is, így akár Sárospatak vagy Csíkszered a Makovec épített örökségének bemutatásával. Itt többek között gokártpálya, egy játszóház, egy mászófal, egy vízi és trambulinpark, valamint több sportpálya is helyet kap majd. A tervek között szerepel továbbá egy közbringa rendszer létrehozása, valamint kerékpárút építése, amely a Marospartra vezet ki, ahol pedig új szálláshelyek kerülnének kialakításra. A polgármester úgy fogalmazott, 2020 nem csupán trianoni, hanem galamb emlékév is. Ezzel kapcsolatosan szintén vannak elképzelései a városvezetésnek. A Ford lerakat, ahol most a Ford fal felújítása, rekonstrukciója van folyamatban. Szintén felmerült, hogy maga az épületnek a megvásárlásával az egykori Ford lerakat rekonstrukcióját is valósítsa meg a város, és a megújult Deák Ferenc utcának a végén egy selfie ponttal, illetve ennek a lerakatnak a megvalósításával tulajdonképpen egy galamb Ford kultuszt alakíthatunk ki itt a városunkban. A program része ezeken felül még egy városnéző kisvasút kialakítása és egy Makovec túra létrehozása is. Farkas Éva Erzsébet polgármester hangsúlyozta, fontos cél, hogy a város kasszájába befolyt idegenforgalmi adót a helyi vállalkozások támogatására fordítsák vissza a jövőben.